Bizet Carmennyének ismert dalamaitól a My Way című örökérvényű slágerig széles volt a zenei repertoár a Philharmonia mini koncertjein, melyel megörvendeztették a koronavírus járvány miatt bezártságra kényszerült lakókat. Az alapötlet a kultúráért felelős államtitkártól Fekete Pétertől származott még tavaly októberben, aki közel akarta vinni a muzsikát az emberekhez. A kezdeményezés láthatóan sikerrel járt, hiszen minden megszólalást örömmel fogadtak Szekszárdon és Bátaszéken is. Tavaly október 1-én a Zene Világnapján indította útjára Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úr ezt a programot, és úgy volt, hogy idén tavasszal folytatódik is, el is kezdődött a programsorozat, de sajnos a jelenlegi helyzet okán félbeszakadt, és most, ha nem is a nagy teleket megcélozva, de mindenképp a nagy lakóközösségekhez eljuttatva folytatódik ez a program. Mint szlogenünk is mondja, hogy közelebb vigyük a zenét az emberekhez. Igen, és hát arra buzdítjuk őket, hogy maradjanak otthon. Most jelenleg nem tudnak kimozdulni koncerttermi, illetve nagy közösségi terekbe koncerteket hallgatni, úgyhogy mi ezt most házhoz visszük. Alapvetően azért arra épül, hogy közönségbarát legyen, tehát mindenki jó szívvel fogadja, de azért nekünk rejtett célunk az, hogy azért elcsempésztünk benne egy komoly zenei barokk klasszikus művet is, és ezáltal is picit ezekkel a művekkel is szélesebb kört tudjunk megismertetni. A Philharmonia Magyarország szervezésében a partnerzenekarok az ország közel 120 helyén szórakoztatják a városlakókat az ország 11 megyéjében hetente. Az is célunk, hogy településeket próbáljunk teljesen lefedni, tehát hogy ahol tényleg nagy lakóközösségek élnek együtt, ott minden városnál el tudjunk jutni minden szegletébe, és így senki nem maradjon ki ebből a lehetőségből. Hangos visszajelzésekből, tapsokból, és talán picit kizökkenti őket ebből a bezárt otthoni ritmusból, hogy egyszer csak valamiként megszólal, kinyitják az ablakot, és addig is igen, egy 15-20 percig önfeledten nem kell foglalkozni semmivel, ami otthon van. A tapasztalatok Szekszárdon és Bátaszéken is visszaigazolódtak. A házak ablakaiban és a tereken összegyűlt emberek hangos ovációval üdvözölték a muzsikusokat. Mi nagyon régóta úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva, és nem megyünk sehova, tehát ez nagyon jól esett nekünk. Nagyon szép. Egyébként is a fúvózene a kedvencem. Nagyon tetszik. Jót tesz a bezártságban? Természetesen. Mondtam, hogy egy kicsit oszoljunk széjjel, hogy ne legyünk csoportba. De hát így is azért nagyon jó. Örüljünk, hogy hát örüljünk, hogy egy kis zene van itt, hogy egy kicsit változatosabb, de a vírusos dolog, jobban bírjuk. Máskor is lehetne ilyen. Kicsit összehozná a társaságot itt a lakótelepen. Bezártság ellen jó orvosság? Tökéletes, tökéletes, de ez nem csak karantén idején lehetne. Ez mindig, de ez tényleg. Mi minden este kijövünk tapsolni, sőt zenét is szolgáltatunk. Úgyhogy mi nagyon élvezik ezt a helyzetet.